Perlaki Pap József, krízis kommunikáció szakember, a Metropolitan Egyetem docens a vendégünk. Jó reggelt kívánok, és amiről beszélgetni fogunk, az például a politikusok közösségi médiában alkotott, mondjuk úgy, hogy életműve, mert szinte már úgy érzem néha, hogy a politikus, ahogy valami történik, azonnal azt a Facebookra, vagy mondjuk a közösségi médiába posztolja, mintha önálló életre keltek volna ezek a platformok. Igen, van egy virtuális életünk, amit a közösségi felületeken élünk, és a politikában, a politikai kommunikációban a közvetlenség, a személyesség létrehozására használják ezek a politikusok. Ráéreztek egyébként erre? A 2010-es kampányban még éppen hogy megjelent ez a valami. Ez a közösségi média kampány, mondjuk úgy. 2014-ben a vizsgált politikusoknak alig fele volt rajta valamilyen világhálón, illetve a világháló valamelyik platformján, most már több mint 90%-a. Igen, általában az Egyesült Államokra szoktunk figyelni politikai kommunikációban, és 2010-ben volt az első olyan hír, vagy 2010 utáni választások környékén volt az első olyan hír, hogy nagyon fontossá váltak a közösségi platformok. Ott nem csak a Facebookról van szó, ott a Twitterről is szó van, erőteljesen használják az amerikaiak, és általában mindig, minden egyes választások előtt, után feldobják ezt a kérdést, hogy hát jelentőségteljes-e a Facebook használata. A magyar politikusok általában használják, aki használja, azt jól használja, funkciójának megfelelő módon használja, de szerintem fontos elhelyeznünk a Facebookot a politikai kommunikációba, vagy a politikai erőtérbe. Sikeres politikának nem sikeres Facebook használat elsősorban a feltétele. A sikeres politikának a jó téma használat, a megfelelő tartalomhasználat és az ahhoz kötődő stratégia, amelyet meg is fogunk valósítani. A stratégiában nagyon sok eszközt használunk, az igaz, hogy a közösségi média, a közösségi platformok egyre fontosabbak lesznek ebben. De milyen érdekes, amit említett, és köszönöm, hogy megemlítette, hogy Twitter az Egyesült Államokban, Twitter politizálás van, az Egyesült Államok 45. elnöke, Donald Trump Twitteren politizál, ott híri, amit kér, az címlap gyakorlatilag pillanatokon belül. Magyarországon mi azért kis túlzással nem is ismerjük a Twittert. Így van, ez Trump jó példa a közösségi média használatra, de ott is egy politikai helyzetre reflektál, és egy jó stratégiát követ. A politikai helyzet az, hogy nagyon sok elégedetlen halmozódott föl az Egyesült Államokba, és az a karakter, amit ő megjelenít különböző médiumokon, egy feszültséggel teljes, egy dühös karakter, ami felhívja a figyelmet, és utána azt tudja mondani, hogyha tőlem akarsz eredeti híreket hallani, akkor gyere oda a Twitteremre, vagy a Facebook felületemre, mert ott fogod meghallani az összes többi fake news, ők ellenem vannak. És erre rezonált az Amerikai Egyesült Államok. Ha ezt átfordítjuk a magyar helyzetre, ilyet nem látunk itt. Ugye nagyon sokszor halljuk az ellenzéki pártoktól, vagy az ellenzéki politikusoktól, hogy nincs megfelelő felületük, amit használhatnak. Hát a közösségi média pont erre megfelelő választ. De ezt a közösségi médiát például uralja Orbán Viktor, a felmérés pillanatában 608 ezer követője volt, most 634 ezer 84 követője, ezt néhány perccel ezelőtt jegyzeteltem le, abszolút magasan ő a Facebook király Magyarországon, utána Vona Gábor a már nem is pártelnök volt, Jobbik vezető 528 ezerre. Nagyon izgalmas a dolog, mert a magyar politikát úgy is lefordíthatjuk, hogy Orbán Viktor áll az egésznek a centrumában, mindenki hozzá viszonyul. Orbán Viktornak a közösségi média használata az a teljes kommunikációjának egy szeletét viszi. Aki szereti Orbán Viktort, aki felnéz rá, az szeretne közvetlenül is tartalmakat fogyasztani tőle, és erre van igénye. Hadd említsek valamit, lehet, hogy sarkosan fogok fogalmazni. Orbán Viktor Facebook oldalán ugye néha sonkát főz, néha gyermeket locsol, néha ugye éppen a legutolsó posztján Chuck Norris-szal pózol. Nekem néha úgy tűnik, mintha az ő Facebook oldala az egy ilyen vallás. Tehát te mocskos diktátor az egyik oldalon, a másik oldalon Isten áldja drága miniszterelnök úr áldásos tevékenységét minden egyes pillanatban. És az a két tábor összecsap, és olyan háború bontatokkozik ki azon a Facebook oldalon, mint egy ilyen valóságos virtuális világháború. Abszolút, a törzsi jellege nagyon jellemző ma a politikának. Hitvallások jelennek meg. A hitvallások több törésvonal mellett értelmezhetjük liberális és antiliberális, orbánista és antiorbánista kapcsán is.
és óriási indulatok jönnek ki. Sokszor beszélünk arról, hogy a Facebook buborékokat hoz létre. Én azt gondolom, jelenleg a Facebooknak nem az az elsődleges következménye, hogy hozzásegít valakit a győzelemhez, hanem torzítja a valóságot. Bezár csoportokat ebbe a valóságba, és ebből a valóságból ütköznek meg a közösségi média felületei. Amikor én most ezt egy picit a valláshoz hasonlítottam, akkor túloztam ezzel? Hitrendszerré vált a politika. Nem véletlenül személyközpontúvá váltak. Itt említette Bona Gábort. Ő ugye teljesen otthagyta a pártját. Ezt azért teheti meg, mert személyközpontú a politika, personalizált a politika, személyekhez jobban tudunk kötődni, személyeket jobban tudunk elfogadni, a szerethetőség, a médiaképesség lett a hitelesség mellett és a kompetencia mellett a másik két fontos jellemző a politikusoknak, és Vona Gábornak ez a próbálkozása talán a klasszikus közösségi média szerephez leginkább ez kapcsolódik, hiszen ő stratégia közepére tette a közösségi médiát, oda készít tartalmakat, ott lehet őt fogyasztani, azokat a témákat hozza elő, amelyek számára fontosak, pont abból a szempontból, hogy úgy gondolja, hogy a média az kiszaladt alóla. Mit gondol arról, hogy ugye mondtam, hogy a Facebook legelső számú politikusa jelenleg Magyarországon Orbán Viktor, a második fideszes vagy Fidesz-KDNP-s pedig a sorrendben a 14. Tehát, hogy így mondjam, a kanyarban sincsenek. Igen. A többiek a miniszterelnökhöz képest. Régóta kimondtuk azt a tételt, hogy Orbán Viktor jóval több, mint a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy személyeken keresztül fogjuk a programokat, az üzeneteket, és mindazt a tartalmat fogyasztani, ami számunkra a politikát jelenti. Ilyen a mai politika. Kell egy stratégia ahhoz, hogy mondjuk 3 brüsszelezés, 2 lengyel-magyar barátság után jöjjön egy sonkafőzés? Tehát ez gyakorlatilag egy konkrét kommunikációs stratégia? Pontosan tudja, hogy azt a sonkát miért úgy főzi meg, és akkor főzi meg, amikor kell? Sonkát húsvétkor főzünk így meg, mindannyian. Így. Orbán Viktor ezt... De nem véletlenül teszi ki. Természetesen. Én nem tettem ki. Természetesen. Ha valahol látunk stratégiát, az pont a kormánypártoknál látható, és egy kommunikációs mixel szolgálja ki ezt a stratégiát, ezt a közvetlenséget teszi hozzá, azt teszi hozzá, hogy tőle kaphatjuk meg mindazokat az üzeneteket, amit nagyon sok más helyen megtalálunk. És ez azt jelenti, hogy a Hello Röfivel és sok minden mással szavazatokat lehet behozni, mert a like az nem egyenlő a szavazattal. Aki szereti Orbán Viktort, annak Orbán Viktor a családtagja, egy olyan családtagja, akivel nem nagyon tud találkozni, de nyomon tudja követni a közösségi felületeken, és a szerethetőség így alakul ki. A másik oldalon pedig úgy érzi, mint egy foci meccsen magát, hogy oda lehet írni, hogy te diktátor vagy valami, tehát hogy az indulatokat is ott lehet kiélezni. Ott tudja levezetni és így van. Nagyon így van. Szépen köszönöm, hogy mindezt megértette velünk. Perlaki Papp József volt a vendégem. Köszönöm szépen.